Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése mit fog tenni, milyen helyzetben van? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Itt a nap jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Kimondja az igazságot, a nap megvilágít valamit, itt tisztázódnak körülötte a dolgok, sőt, azt is jelenti, hogy szeretne látni téged. Azon kívül megvan ez a kisugárzása. Vannak sikerei, másoktól megkapja az elismerést. Ki vagy mi befolyásolja őt és hogyan? Az itt látható. Ez az út jelenti az ő élet útját. Ez a hegy lehet egy hegyvidék. De jelenti a blokkokat, a nehézségeket. Tehát valaki van a környezetében, és ez a személy, ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, megnehezíti a dolgait. Hiszen ez a kő, vagy ez a hegy ott van az útban, és nem tudja, hogyan tovább. De én úgy gondolom, ő eltekint ettől, hiszen jelenleg már látható, hogy a nap megvilágítja ezt a helyzetet, van egy megoldás, és lezárja ezt a kapcsolatot. Mit fog tenni? Itt látható a mozgás, és az azt jelenti, hogy közeledik hozzád. Ez a mozgás jelenthet mindent, ami mozog. Sport, autó, változások, költözködés, kirándulás, de ami kettőtöket illet, ő útban van hozzád, mert ő látni akar téged, és tisztázni akar veled valamit. Hogy viszonyulj hozzá? Ez a torony, ez lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. A virágcsokor jelenti a szerencsét, itt lesz egy jó kimenetel. A torony azt is jelentheti, hogy az ő életében feszült volt a helyzet, benne volt ebben a toronyban. Valaki blokkolta őt, voltak problémák, nehézségek, de ő kilép ebből a toronyból, és a virág csokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet, egy jó hírt, egy meglepetést, egy meghívást, vagy egy ajándékot. Persze az is lehet, hogy te érezted magadat a toronyban, amikor voltak félelmek, bizonytalanságok, de itt megvan a siker, itt van a szerencse, változik a helyzet. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, szeretettel, Dender Rám!